Aki szegény, az a legszegényebb, írta József Attila, ez pedig talán sosem volt igazabb, mint a mai Magyarországon. Akkor, amikor a legszegényebbek átlagjövedelme a KSH szerint a 67 ezer forintot is alig éri el a 67 ezer forintot. Hogyan tudna bárki is megélni ennyiből? Az ő esetükben már nem arról van szó, hogy teher lenne nekik a bevásárlás, vagy csak a legalapvetőbb élelmiszereket tudják megvenni, hanem arról, hogy egyszerűen nem tudnak megélni a jövedelmükből. Az orbáni infláció a legszegényebb honfitársainkat sújtja a leginkább, hiszen a rezsi és az alapvető élelmiszerek ára nő a leggyorsabban, és ezeken a legnehezebb is spórolni. Mert az ember önmagától még valahogy megvonja az ételt és az italt, de mit tud tenni akkor, amikor azt látja, hogy a gyermeke éhezik, és nincs elég pénze ebédet adni neki. Szívszorító még elképzelni is, államtitkár úr. Dobrev Klára, szociáldemokrata kormánya ezt nem is hagyná. Mi mindent megtennénk, hogy letörjük az orbáni inflációt, hogy végre ne az árak, hanem a bérek emelkedjenek.